Annyi pikantériája mindenképpen van ennek az összecsapásnak, hogy a 2008-as és 2009-es győztesről van szó. Ebből is látszik, hogy nem véletlenül győztek pár éve ők. Kosiba kezdte a szervát, és az első pontot is sikerült már felírnunk, az viszont Krisztián nevéhez került, viszont egy rossz szerva fogadással Kosiba is megszerezte az első pontját. Egyelőre fej-fej mellett haladnak a srácok, 2-2 az állás. Egyszer Dani hibázott egy fonák lepörgetést, egyszer Krisztián egy tenyerest. Gyakorlatilag hasonló hiba volt, csak más ütés nem ment. Netszes új szerva következik. Nagyon szép tenyeres pörgetés mutatott be Krisztián. Annyi érdekessége még pluszban lesz ennek a mérkőzésnek, hogy mindketten kifejezetten erősek fonák oldalról. Tehát parázs csatákat várhatunk. Ugyanakkor egyelőre a Krisztián kezd el lépni egy picit, 5-2-re vezet. Sőt, 6-2. Kosiba megpróbálta tenyeressel fogadni, de rövidebb volt a szerva, ezért csak beletolt egyet, ami most kevés volt. Zárójeles megjegyzésként tenném hozzá, hogy a Facebookos bejegyzésünket Korály Csaba szerencsről már nagyon gyorsan lájkolta, úgyhogy innen üdvözöljük, hajrá Csabi, edzél sokat, és figyeld a közvetítésünket, ahol már 7-3-ra Nagy Krisztián vezet. Egy nagyon finom tenyeres egyenes pörgetéssel szerezte meg a 8. pontját Krisztián. Azonban Dani megpróbálja megfordítani még ezt a szettet is. 8-7, de ő szervál. Kilenc-négy. Egyelőre ebben a szettben Krisztiánnak áll a zászló. Azon gondolkodom, nem rendelkezem-e esetleg telepatikus képességekkel, ugyanis bárkit megdicsérek, azonnal ront egyet, úgyhogy ennyi erővel akár eldönthetném a top 12 bajnokságot, csak valakit tartósan dicsérek. Azonban közben a szett véget ért, 11-5-re Nagy Krisztián nyerte meg az első szettet. Azt gondolom, hogy még méregetik egymást a játékosok, olyan, mint boxban az első menet, amikor egyelőre csak az ütéstávolságot keresgélik. Nézik, hogy hol lehetne egy hatalmasat oda suhintani az ellenfélnek. Itt ez természetesen baráti szinten működik csak. Itt nem ütik egymást az emberek, ám a labdát annál inkább. Folytatódik is közben a második szett. Kosiba nagy levegőt vett, aztán csinált egy olyan szerva fogadást, ami a háromról átcsorgott. Erre nehéz válaszolni, ugyanakkor Krisztián mégis megtette egy fonák pörgetéssel. 1-1. Keményednek a srácok. Igen, Krisztiánnak tegnap is, illetve az előző mérkőzésen ma is dicsértem már a fonák megoldásait. Most is egy kicsit rendhagyó módon egy egyenes lepörgetést csinált Daninak a tenyeres oldalára, amit ő nem várt. Zavarba is tudta ő ezzel hozni. Kíváncsi vagyok, hogy meg tud-e újulni annyira, hogy a 4 nyert szettig menő mérkőzés végéig kellően. Az előző elveszített szett után Dani vezet 4-2-re.
nagyon finom technikai megoldást láthattunk. Nagy Krisztián átolt labdáját kosiba engedte, hogy kipattanjon az asztal fölül, és az asztal szintje alól pörgette át egy erősebb falsal. Pont ott ért, csak úgy, mint ez a fonák ütése. Egyelőre a második szettet uralja kosiba, 6-2. Krisztián azért küzd, ahogy az egy sportembertől elvárható. Annyi érdekességet még felfedezni vélek, hogy kosiba nagyon-nagyon sok szervát fonákkal fogad. Most is Krisztián tenyeresére szervált, mégis kosiba gyakorlatilag átnyúlva a fonák oldaláról, fonákkal tenyeres oldalról tolta át. Nyilván ennek az is az ok, hogy néhány falsot így tud jobban kezelni. Közben látjuk az állást 6-5-re vezet kosiba. Csökken az előnye. Olyannyira, hogy ebben a másodpercben ez el is olvadt. Egy tenyeres keresztlabdát nem tudott asztalra ütni. Hű! Nem voltam ebben az ütésben annyira biztos, mert pont olyan fura szögben állok, hogy nem látom jól a vonalat, de egy megcsúszott a tenyeres lepörgetése Krisztiánnak, úgyhogy egy szerencsés pontot tudott az előbb szerezni, amivel nagy hátrányból átfordított az eredményt, úgyhogy már ő vezetett 7-6-ra, azonban Dani azonnal válaszolt 7-7. Fejfején mellett haladnak a srácok. 8-8 jelen pillanatban az állás. Gyakorlatilag erős kiegyenlítettséget érzek. Az elsőre lejön, hogy kosiba variált szervái egyelőre. Úgy látom, hogy Krisztiánnak nagy gondot nem okoznak. Tehát komoly szervafogadási hiba vagy hiba sorozat még nem volt az ő oldalán. Ismét azt láttuk, amit az előbb is mondtam, 9-9 lett az állás egy olyan szerva fogadással, amit kosiba a saját tenyeres oldaláról fornákkal oldott meg. Értve nem oldotta meg, mert hosszú lett, de a cél az volt, hogy megoldja, persze. Az első olyan szerva fogadása volt Krisztiánnak, ami egy picit magasra pattant, tehát előnyös helyzetbe hozta Danit. Aztán meg tudott újulni azzal a szervájával, ami az előbb Linner ellen is többször bevált, hogy a saját tenyeres oldaláról egy oldalfalssal küldte át Krisztián térfelére úgy a labdát, hogy azt neki pörgetve kelljen fogadnia, azonban a kiszámíthatatlan fals most is azt okozta, hogy hosszúra pörgette. Rövid frissítőt követően folytatódik is a mérkőzés. Danit láttuk, hogy ivott egy picit. Nagyon fontos a megfelelő folyadékpótlás, ez a sport kellően intenzív ahhoz, hogy intenzív folyadékvesztés lépjen fel. És a stabilitás miatt azért mindenképp szükség van arra, hogy a szervezet ne lássa kárát a folyadékvesztésnek, fizikálisan és szellemileg is. Elkezdődött a harmadik szett, 1-1 van, és a srácok folytatják azt a nagyon jó szokásukat, hogy fej-fej mellett haladnak. Azt várjuk, hogy nagy csatában dől el ez a bajnoki cím. 2-2-re módosul az állás. Egy szerencsés pontszerzése volt a Daninak.
netes új szerva következik. Egy asztal fölötti tenyeres lepörgetést láttunk, nagyon gyors mozdulattal, nagyon nehéz ezt visszatolni az asztalra. Ugyanakkor egy kicsit nyugodtabb körülmények között megüthető labdát mégsem sikerült a helyére juttatnunk. Elnézést a többes számért. Belül, mint dicsértem a fonák egyenes ütését, Krisztiánnak ez most nem jött össze, ezzel 4-3-ra módosult az eredmény. Ha ez a labdája Krisztiánnak átjött volna, nagyon érdekes lett volna, mert egy ilyen nagyon finoman belelebegtetett fonák ütés lett volna. De hát nem úgy sikerült. 6-3-ra kezd el húzni a Dani. Kitűnő játék volt. Gyakorlatilag egy közepesen gyors és közepesen falsos felpörgetett labdát tudott felgyorsítani egy fonák lepörgetéssel Krisztián. Nincs kegyelem, ez a szint már nem arról szól. Gyakorlatilag teljesen sikerült nagynak kiszorítani Kosibát. Aki egészen el kellett távolodjon az asztaltól, onnan dobált vissza, de hanyag eleganciával és magabiztosan pörgette le ezeket a labdákat is nagy hőszervvel. Kitűnő volt. Nem tudom, a képernyőn lehetett-e látni, hogy a hatodik pontját hogy szerezte meg Krisztián, amivel ő egyenlített, tehát 6-6 az állás. De egy tenyeressel beletolt egyet. Lassú volt a labda, de olyan kellemetlen falsal, hogy nagyon-nagyon nehéz volt megjátszani. Kitűnő. Azt gondolom, hogy a srácok bemelegedtek, egyre jobban érzik egymás játékát. 7-6-ra Nagy Krisztián vezet egy nagyon-nagyon szép labdal menet után. Sőt, úgy látom, megtalált az orvosságot is erre a tenyeres adott oldal falsos szervával kapcsolatosan. Nagyon finoman emelte át a háló fölött, ami azt okozta, hogy ugye tele volt falsal a labda. És Kosiba csak magasan tudta visszatolni neki, amit azonnal meg tudott támadni. Nagyon szép játék volt. 8-7-re Krisztián vezet. Azt gondolom, hogy ez a hétvége számomra azt a tanulságot hoz, hogy meg kell tanulnom úgy szervát fogadni, hogy az eléri ezt a kosibai magasságot. Nagy is pörgető mozdulattal fogadta ezt a szervát, ám az ütő szélével találta el félig, ami azt okozta, hogy ilyen furán üresen jött át a labda, és az nagy gondot okozott Daninak. Ugyanakkor a következő labda menetben pedig mégis vissza tudott jönni egy tenyeressel felhúzott erősebb falsos magas labdával. A srácok törölköznek. Megértem. Tíz 9-re vezet Kosiba. Szett labdája van. És el is pörgette Nagy. Egyelőre. A végét egy picit talán elkapkodta. A saját sarkában Dani eljátszotta, hogy hogy fogja bepörgetni az összes labdát. Úgy érzem, mentálisan már arra készül, hogy a serleget átvehesse. Ugyanakkor Krisztián fejében vélelmezem, hogy körülbelül ugyanez járhat.
bár az ő játékát megismerve ő szerintem fonákkal mutogatja magának, hogy ő hogy fogja ezt majd beütni. Ütő éléről pattant el a labda, 1-0-ra vezet Dani. Nagyon szép játék. Nagyon élvezem. Gyakorlatilag egy fura megpattanó labda azt okozta, hogy Dani támadni tudott, de Krisztián ügyesen tolta tenyeressel vissza a labdát, ami Kosibát meglepte. Ugyanakkor új labda menet indult új pontok megszerzésére, és ebbe újra Dani volt már a jó. És egy testre pörgetéssel most Krisztián zárkózott fel. Úgy látom, hogy annyira pörögnek az események, hogy hosszabb gondolatmenetben már nem is, inkább, nem is igen érdemes belemennem, mert addig történik valami. 3-2-re Dani vezet. Hiszen picit változtatott, az asztal közepéről szervált ki Kosibának a tenyeres oldalára, de ezért nagyon nem hatottam, meg továbbra is fonákkal fogadja azt az oldalt is. Egy rossz szervfogadást láthattunk. Majd egy szerencséset is, de valahogy azt érzem, hogy nem sikerült ebből előnyt kovácsolni. A tenyeressel egész keresztbe tolta nagy a labdát, aztán a lepörgetést elrontott a fonákkal. Megint azt érzem, mint Vicsek elleni mérkőzés, hogy egy picit most ezt a szettet, mintha eladná. A testbeszéde is erről árulkodik. Ugyanakkor lehet, hogy ez a lazulás egy picit Kosibát is kiengedi. Kíváncsi vagyok, hogy ez tudatos, vagy egyszerűen ösztönös cselekedet. Jól sikerült tenyeressel elindítani a játékot. Aztán mégis elment. 9-3-ra vezet Dani. Azt gondolom, ez a szett lefutott. Ugyanakkor láthattuk az előző mérkőzésen, hogy ez még nem jelent semmit. Ugyanis egy elütögetett szett után nagy meg tudott újulni. Adott egy nagyon-nagyon rossz szervát szándékosan. Gyakorlatilag szerintem még hosszúnak is szánta, mégis asztalra esett. Ebből is látszik a tehetség ügyevel. Aztán beleütötte a hálóba. Kosiba, Nagy Krisztián 3-1. Azt gondolom, hogy Dani egy kicsit megnyugodhat. Tehát ha még egy szettet el is bukik, még akkor is ő van előnyben. Nagy viszont már nem hibázhat. Ha nyerni akar, akkor ezt a következő szettet meg kell nyernie. Szervát Kosiba kezdte, és az első két pontot meg is tudta szerezni. Nagy egy kicsit könnyelmien ütött most rá fonákkal. Picit úgy érzem, hogy ott folytatja, ahol az előző szettet abba hagyta, pedig most nagyon más játékra lenne szükség. 3-0 Kosiba Daninak. Most Dani próbált meg egy fonák indulás, de igazából nem volt benne nagy fals, úgyhogy nem nagyon volt esély, hogy átmenjen. Krisztián meg most egy hálóról átcsorgó labdával szerezte meg a második pontját.
közben láttuk a képernyőn Harci Zsoltot, a férfi szövetségi kapitány. Nyilván nagy érdeklődéssel figyeli a mérkőzést, hiszen neki hús véremberekre van szükség a válogatottban, és itt azért komoly jó játékosokat láthat. Krisztián egy érdekes személyiség. Most össze megrázta magát, és 5-3-ra vezet. Ismét a mágia. Megdicsértem, és azonnal rontott egy pontot. Netces új szerva következik. Kitűnő tenyeres keresztlabda volt. Annyira kipörgett az asztal széléhez, hogy nagyon nehezen lehetett volna csak elérni, nem is sikerült. Most pedig bemutatta az ő adóászát, a Fonák Pörit. Nem volt gyors és nem volt erős, de érdekes helyről pörgettem meg érdekes helyre. Csak Dani nem tudta kezelni, a következő tenyeres elütését viszont az asztal mellé durrantotta. Talán lábbal még egy picit odébb kellett volna álljon. Kitűnő szerva fogadás. Egy betört csuklóval húzott rá egy hatalmas kiflit adva a labdának. Úgy látom, hogy ellentétes szettet rakott össze Krisztián, mert gyakorlatilag az előbbi nagyarányú vereségét most egyelőre egy nagyarányú vezetéssel tromfolta meg. 10-5-re vezet jelen pillanatban. Most ezt kicsit úgy érzem, Dani ütött el. Nem küzdött ezért a szettért már. Amit ugye azért értek meg, mert nem akarja kijátszani magából se az energiát, se a mentális dolgait. Nyilván ő a következő szetre tartalékolt most. Szettállás 3-2 Kosiba Dániel részére. Viszont nagy kezdi a szervát. Nagyon okos labda volt. Nem arra ment Krisztián, hogy egy akkorát üssön a labdába, hogy az eltörjön és esélytelen legyen Daninak visszaadnia, hanem egyszerűen nagyon jól helyezte, amivel olyan helyzeti előnybe került, hogy utána már olyan labdát kellett megütni, amit sokkal könnyebb volt megoldania. Így gyakorlatilag ő kezdi jobban a szettet, 2-0 Nagy Krisztián vezet. Netces új szerva. Egy nagyon-nagyon nagy falsavadott szerva volt, ezt így nehéz fogadni. Két jó szervából Dani rögtön ki is egyenlít. Látszik, hogy megpróbálja megoldani, hogy lehetőleg nem menjen el Krisztián. Ugyanakkor Krisztián tud újítani, nagyon jó tenyeres játékkal szerzett pontot. És egyelőre úgy látszik, hogy ez a meccs egyáltalán nincs lefutva. 3-1-nél még gondolhattuk azt, hogy ez egy könnyed Kosiba győzelem lesz, de látszik, hogy nem. Ezért a győzelemért meg kell küzdenie. Főleg, ha ilyen szép labdameneteket produkál Krisztián ilyen magabiztos ütésekkel, az a Danit is egy elbizonytalaníthatja egy picit. Öt-háromra vezet Nagy Krisztián, és az a fura helyzet állt elő, hogy ezt a három pontot Dani mind a saját szervájából szerezte. Tehát egyszerűen nem tudta fogadni Krisztián, úgyhogy eddig még nyerőítés ebben a szedben nem volt. 6-3 egyelőre. Hálóról csorgott le a labda, szerencsés
volt a Dani. De ezzel is még hátrányba van, 6-4-re vezet Krisztián. Igen, láttam már, hogy a srácok nekiállnak egymás fonákját támadni, és ez szép lassan, úgy látom, el is következik. Ideig nem nagyon mentek bele ilyen fonák csatába, nyilván mindketten tudják, hogy az ellenfél fonákja nagyon-nagyon erős és stabil. Inkább megpróbáltak más játékelemekben egymás fölé nőni. De egyelőre most Krisztián tűnik stabilabbnak. Az képest, hogy a negyedik szettet elütögette, ahhoz képest gyakorlatilag feltámadt. Más embert látunk az asztalnál, vagy a hátára ugyanaz van írva. Most Dani állt ki fonák oldalára, oldalán tenyeresre, és nagyon keményen pörgetett, eredményre is vezetett, fel tudott jönni. A következő labda menetben már fonákkal nem tudta azt hozni, amit az elődöntőben annyira maga biztosan ütögetett. 10-6 Nagy Krisztiánnak szetlabdája van az egyenlítéshez. És meg is csinálja elsőre. Dani rázza a fejét egy picit, mintha nem akarna hinni az eredményjelző táblán látható eredménynek. Pedig ki kell mondjuk, hogy stabil, jó játékkal Krisztián ki tudott egyenlíteni. 3-1-ről föl tudott állni. Úgy látom, nagy küzdő ez a srác. Csak így tovább. Bár a focistáinktól látnánk ilyen teljesítményt. De hát... az egy másik sportág. Döntőszethez érkezünk. 3-3. Gyakorlatilag, mintha nem csináltunk volna eddig még semmit. Játszunk egy egyszettes mérkőzést. Kosiba kezdte a szervát. Az első labdamenetet meg is tudja nyerni. Nagyon finom szerva fogadás volt Krisztián részéről. Finoman emelte át erős falssal a labdát Dani oldalára, de ő ezt kőkeményen lepörgette. Időkérés. Ezek lélektani pillanatok, és ezt lehet érezni a csarnokban is, hogy egy picit, mintha megállt volna a levegő, mikor a srácok a döntőszetben az asztalhoz léptek. A beszűrődő taps az a női meccsnek szól. Küzdenek a hölgyek intenzíven. A Madarász Dóri megpróbálta a hátam mögött ütésre egy labdát visszaadni, úgyhogy csak így tovább. Srácaink folytatják a mérkőzést, és Krisztián az időkérés után egy kőkemény támadó mentalitással lépett az asztalhoz. És a 3-0-ból kicsit szorosabbá tudta tenni azonnal az eredményt, 3-2-re feljött. De még mindig Kosiba vezet. Sőt, Krisztián gyakorlatilag kiegyenlített. Nagy küzdő ez a srác. Bármelyikük is nyeri a top 12-t, azt gondolom, hogy megérdemelten fog tudni nyerni. Két jó játékos között dől majd el az, hogy kiveheti át a serleget. Kosiba kér időt. Nem véletlen, hogy él ezzel a dologgal, ugyanis egy 0-4-es szériát produkált. Megpróbálja ő kizökkenteni egy picit Krisztiánt ebből a jó sorozatból.
meglátjuk, hogy mire jutnak a fiúk. Egyelőre azt kell mondjam, hogy nem sokra, mert Krisztián ott folytatta, ahol abba hagyta. Bár mondjuk nem ő neki volt nyerőtés, hanem Daninak volt egy rontása. Nem sikerült jól az az ütés. Viszont ebben egy nagyon jó szervát, ezt tegnap is, ma is többször adta már. Nagyon nehéz kezelni, épp hogy beesik a háló mögé egy talán felül falsos labda. Nagyon nehéz jól visszaadni, mert nagyon alátolja az ütőt. A szervafogadókon magasra megy, vissza azonnal beütik, tehát ez nem megy. 5-5 az állás. Dani kapaszkodik. Új erőket mozgósít, azonban a nagyon jó fonák pörgetésével nem tudott most pontot szerezni. Egy hajszállal elszállt az asztal mellett a labda. Hat-hat az állás. Kosiba szervál. Teremben csend van. Megint a Krisztián tenyeres oldalára adott egy oldalfalsó szervet, amit viszont nagy magabiztossággal tudott megindítani Krisztián, de hát lehet, hogy a szerva nem sikerült jó, vagy már Krisztián kiismerte, de nagyon jól fogadta. Hát és közbeszól a szerencse, egy háló bele nyúlt a labda útjába, úgyhogy egy picit módosította. Hiába érte el Krisztián, az már kevés volt ahhoz, hogy át is tudja tenni. Ugyanakkor ebben a labdamenetben Krisztiánnak volt ugyanilyen szerencséje, tehát ilyen szempontból az elmúlt két labdamenetben döntetlenre állnak a szerencsével. Nagy vezet 8-7-re. Sőt, 9-7. Azt gondolom, hogy közel vagyunk a végjátékhoz. Kosibának nem szabad szervát hibázni. Nagyon-nagyon biztosan kell játszania. Most jelzi, hogy el van törve a labda. Kíváncsi vagyok, ez tényleg így van-e, vagy egyszerűen csak ki akart az ökkenteni. Elnézést az összeesküvés elméletekért. Ugye, tegnap beszéltünk, hogy ez egy lélektani sport. Ez is számít. Kosiba szerve. És egy ponttal közelebb lopózik. Tehát ha most ront is, azzal már nem fejeződik be a szett, illetve a mérkőzés. És elpörgeti. Kiengedte az asztal mögé a labdát, és nem is pörgetett bele nagyot, de egy árnyalattal hosszabbra sikeredett. 10-8. Játszma is mérkőzés labda, vagy mondhatnám úgy is, hogy bajnoki labda. A top 12 bajnokság győzelmiért szervál Nagy Krisztián. Fali! Jó! Hát, kimondhatjuk a hivatalos végeredményt. Kosiba, Dániel, Nagy Krisztián 3-4, azaz a top 12 bajnokságot Nagy Krisztián nyerte. Ezúton is gratulálunk neki.